Pükkfürdő rally pályán rótta az utat május 11 és 13-a között Kunc Dezső és Honda Civic Type-R-jével az A7 kategória harmadik helyezését érte el, valamint abszolút negyedik lett. Az előző évben vásárolt autóhoz nagy reményeket fűztek, ám már a tavalyi szezonban sem nyújtotta azt, amire a csapattagok számítottak, hiszen még meg kellett találni a különböző pályákhoz alkalmazkodó beállításokat. Hát a tavalyi év sajnos az nagyon, nagyon pekkesen indult. Úgy kezdődött az egész, hogy kezdődött Eger, Miskolc és utána a Bükkfürdő. Egerbe és Miskolcon sajnos ennek az autónak a beállításait még egyáltalán nem tudtuk megtalálni, hogy hogy is tudnánk működni ezzel az egésszel együtt, mert ez alatt van olyan komoly lengési lapító, hogy már meg lehet állítani a keménységét, a puhasságát, a magasságát, mindent, és sajnos Egerbe és Miskolcon majdnem, hogy leestem az útról, annyira dobált az autó. Bükkfürdőn már nagyjából a Murvára, természetesen Eger és Miskolc az aszfalt volt. Bükkfürdő az Murva volt. A Murvára már meg is találtuk a beállításokat, hoztam is, tudtam is hozni az eredményt, ami azt jelenti, hogy abszolút első helyről az utolsó gyorsnak a rajtjába estem ki, akkor meg a váltó pukkant széllyel alatta. A PEC sorozat után döntött úgy Dezső csapatfőnöke Farkas Kálmán, hogy a 2011-es versenyszezont már nem fejezik be, inkább vizsgálják át alaposan az autót. A szerelő csapat pedig a Hondát a legapróbb darabjaira szedte, és újraépítették az egészet. Egy új tolókerekes váltót szereltek bele, így felfele kapcsoláskor nem kell kuplungolni, csak visszakapcsolásnál és hátramenetnél, ezen felül új fényezést is kapott. Az idei szezon kezdésre, március elejére készen is lettek mindennel, ám ismét nem várt események következtek. Az idei szezon meg megint ugyanilyen pekkes módon, mivel hogy már az Eger rallyt meg a Miskolc rallyt nem rendezték meg, így már állunk hónapok óta, várunk arra, hogy hol tudnánk elindulni. Be is állítottuk a futóművet, be is állítottuk aszfaltra, de sajnos, hogy nem rendezték meg az Eger rallyt, így úgy voltunk vele, mivel hogy a támogatónknak tudjunk valamilyen fajta teljesítési igazolást adni, így egy ilyen kisebb versenyen indultunk el, ami itt volt Miskolc mellett, egy Abod nevezetű kis falu, ott rendeztek egy ilyen sprint versenyt. Ott indultunk el, és ott tudtam újra kipróbálni az új navigátoromat, mert tavaly új navigátor volt, most az idején megint új navigátor van, mivel hogy Fruzsi kiszállt mellőlem, és beült mellém ez a Semmelroth Anett kis hölgyike, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor teszteljük akkor egymást legalább, hogy össze fogunk-e tudni dolgozni. Az abodi versenyen rendben zajlott minden, majd a Bükkfürdő rally előtt átalakították Murvára az autót. Dezső szerint ez volt pályafutása legpekhesebb hétvégéje, bár nem ért el rossz eredményt. Elmentünk már pénteken, mert pénteken volt egy teszt lehetőségünk ottan fent tesztelni Murvára, mivel itt mondhatom azt, hogy itt az Alföldön, itt a Hortobágyon nincsen olyan murvás út, ahol ezeket ki tudjuk próbálni. Beállítottuk a futóművet, meg a gátlókat úgy, ahogy mi gondoltuk, meg a tavalyi beállításokat megcsináltuk rajta, de sajnos a teszten már kiderült az, hogy ez nem lesz jó. Próbáltunk ott még egy kicsit állítani rajta, akkor már, hogy lássuk másodjára kipróbálni, hogy akkor hogy is megy, akkor meg eltört a kormány összekötőm, az befordított az árukba az autó. Na, ezzel kezdődött az egész, akkor az egész éjszakánk elment arra, hogy javítsuk az autót, hogy rajthoz tudjunk állni szombat reggel. A szervizcsapat tagjai hajnali 2:30-ra megjavították az autót, majd egy murvás útszakaszon tesztelték. Ekkor derült ki, hogy a futómű további beállításokra szorul. Ehhez egy futómű specialistát hívtak Miskolcról, aki a rajterőt a szervizparkban elvégezte a beállításokat. A rajtról 6 percet késtek a beállítások miatt, ezért 1 perces hátránnyal indultak. Ez lehangolta a versenyzőket, az első gyors közepénél pedig úgy tűnt, hogy a komputer is felmondta a szolgálatot. Legalábbis azt hittük, hogy a kompjúterrel van baj, amit ott nem tudtunk orvosolni, hiába jött a mérnök a laptoppal, hogy most nézte volna, próbált volna javítani rajta, de ez már nem sikerült ez a folyamat. Így megvolt a 3, így voltam vele, hogy jó, akkor legalább fejezzük be a versenyt. Próbáltak a fiúk nagyon nyugtatni, mert azért az idegtől majd nem láttam. Egy helyen még az, az igazság, hogy a navigátorom mondta, hogy merre forduljak el, én bal helyett jobbra fordultam el, szóval annyira járt az agyam, hogy most akkor mit tudnék csinálni, hogy tudjak haladni, hogy azért az eredményt tudjam hozni. Most ennyiből jó volt az, hogy a pályafutásom alatt én mentem egy Lada Samarával. És a Samarával, a Ladákkal abban az időben persze természetesen úgy kellett autózni, hogy lendületből.
erő az nem nagyon volt, lendületből. Na most akkor így próbáltam menni a Hondával, és mivel nincs benne erő, akkor legalább lendületből autózok, hogy azért valamilyen eredményt elérjünk. És hála jó Istennek be tudtam hozni az autót úgy, hogy abszolút negyediknek, meg kategória harmadiknak. Bükkfürdőn a három pályát háromszor kellett teljesíteni, így gyorsan 9 kört és egy bemutatót kellett teljesíteniük, összesen mintegy 350 kilométeres szakaszon. A napokban egy alapos vizsgálat után derült ki, hogy nem a komputer volt a hibás, hanem egy apró műszer. Az a komputer. És azt tudtuk, hogy az a rossz. Azt még majd le kell tűrjük róla, mert mondom, most hétfőn derült ki, hogy nem a komputerrel volt baj, hanem itt oldalt volt egy érzékelő, egy ilyen pici kis alkatrész, mint ami itt van ez. Ezt kellett kicseréljük, mert az volt az, ami megadta magát. Pár ezer forintos alkatrész, de meg tudja hiúsítani a versenynek a célját. A következő verseny a Veszprém Rally július 13 és 15 között rendezik, és addig még van egy kis idő, hogy néhány apró átalakítást végezzenek a versenyautón. Az új navigátor pedig a tervek szerint egész szezonban diktálja majd Dezsőnek az itinert, vagyis az úti tervet. Úgy néz ki, hogy egész szezonban fog tudni jönni velem. Hát remélem, hogy jobban is össze fogunk tudni szokni, mert azért vannak hiányosságok, hát persze most ül mellettem másodjára, és még azért a tapasztalata nem olyan jó, mint amilyen volt a Fruzsié vagy a Kemény Zsoltié az előtt évi navigátoromé. De ha Anettával van valami probléma, akkor még mindig kapok segítséget a Kemény Zsoltitól, akivel 2010-ben meg 2009-ben mentem. Csak sajnos neki is a munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tud mindig beülni, de egy-egy versenyre, hogyha nagyon nagy baj van, akkor segít abba, hogy ne hagyja ki egy versenyt se. Aszfalton vagyunk, figyelj majd! Bal kettő gumis, figyelj a féktávokra! Bal kettő gumis, egyenes felfelé. A lengyel származású Szemmelrót Anetta versenyzői pályafutása nem tekint hosszú múltra. Néhány éve a férje helyére ült be, aki eltörte a lábát, majd 2 éves gyakorlat után jelentkezett Dezső csapatánál, a JG2 Racing Teamnél. A verseny során a navigátoron is sok múlik, hiszen a feladata, hogy irányítsa a pilótát verseny közben. A navigátor a ralliba azért van a pilóta mellett, mert nem olyan, mint az autó, a pályán lévő, a Hungaroringen vagy akármilyen pályán menő emberek, hogy van mondjuk egy példát, mondjuk 20 kanyar, és akkor azt a 20 kanyart 70 körön keresztül teszi meg, azért nem kell navigátor. De viszont nálunk a ralliba több pálya van, és van olyan pálya, amelyiken van 90 kanyar. Azt meg képtelenség észbe tartani, hogy azon mindegyiken gyorsan le tudjál menni, és azért van a navigátor, hogy pályabeáráson, amit a pilóta mond, hogy ezt a kanyart így, azt a kanyart úgy, 100 méter egyenes, vagy akármennyi, azokat mindet felírja, és utána, amikor a verseny van, akkor mondhatjuk azt, hogy a navigátor vezeti a pilótát, a pilóta megvezeti az autót. Ha a navigátor hibáz, akkor a pilóta is hibáz. Egy versenyautó nagyon sok szempontból különbözik egy hagyományos utcai autótól. Mivel a száguldó sportautóknál számítani kell a borulásra is, speciális belső kialakítás szolgálja a bent ülők biztonságát. Többek között 48 méter merevítőcső van az autó belsejébe építve, valamint a különleges ülésekben 6 pontos övvel rögzítik magukat a versenyzők. Nagyon sok olyan dolog van benne, ami egy civil autóban nincsen benne. Most kezdjem azt, hogy például ide beülni nem lehet másképp, csak hogyha ha kormányt leveszem, mint a Forma 1-be, mert egyszerűen nem férsz be másképp. Ez az egyik. Nem minden autóban van ez, persze, ebbe a típusú autóban sajnos nem lehet beférni, mivel annyira hátul ülsz, meg annyira ide van a kormány téve ide a pilóta elé, hogy ide nem képtelenség másképp beülni. Akkor van olyan, hogy van áramtalanítója, ami a nagyon fontos, hogy legyen egy autóban, mert ha bármilyen veszély van, vagy bármilyen baj van, akkor rögtön lehessen áramtalanítani. Akkor mondjuk azt, hogy a hidraulikus kézifék van, ami nem olyan kattogós, mint ami egy személyautóban van, hanem az olajra van rákötve, maga a fékolajra van rákötve, és automatán rögtön, ahogy meghúzom a kart, rögtön fog a fék.
A fékek erejét két darab fékerő szabályozóval lehet állítani belülről, és a legfontosabb az áramtalanító mellett a központi tűzoltó készülék, ami egy piros gombbal beüzemelhető, és az utas, valamint a motorteret azonnal telefújja porral. Verseny közben az autóban lévő nagy zaj miatt pedig csak fülhallgatós rádión keresztül tudja tartani a kapcsolatot a pilóta és a navigátor. Utóbbinak pedig egy modern információs készülék áll rendelkezésére. A navigátornak itten előtte van egy ilyen kis számítógép jellegű információs képernyő, amiről bármit meg tud nézni, hogy milyen sebesség, hány méter, mutat nagyon sok mindent, megmondom őszintén, úgy nem az én részem, annyira nem is szoktam vele foglalkozni, ő szokta időt mér, nagyon okos kis dolog van az ottan. Mellette van egy olyan, hogy Hondata, az meg a komputerrel van összekötve, és most már olyan dolgokat tudnak, hogy lemegyek egy gyorsot, vagy ha beállok a szervizpontra, akkor rácsatlakoznak, és a laptopon meg tudják azt is nézni, hogy akkor most melyik kanyarban mit csináltam. Meg tudja mondani pontosan méterre, hogy mennyire nyomtam a pedált, mennyire nem, hogy váltottam, hogy nem, hogy viselkedett az autó. Onnan tudja meg azt is, hogy most rossz az autó, vagy nem rossz az autó. Ezen kívül mindent megfelelően kell rögzíteni az autó belsejében, kívül pedig a motorháztetőt és a hátsó ajtót is. Ezek a zárak például azért vannak rajta, ilyen gyors zárak, mert a gyáriak nem olyan biztonságosak, mint ezek, mert hogyha felborul az autó, vagy bármilyen gond van, akkor ez nem engedi, hogy felnyíljon az ajtó, vagy kinyíljon az ajtó, vagy a motorháztető, mert a gyáriak a vetemedéstől bármikor ki tudnak nyílni, és akkor lehetnek gondok, bajok. Az autót egy évben körülbelül 7-8 alkalommal kell levizsgáztatni, ebből egy a rendes közúti vizsga, valamint minden verseny előtt átnézik, elsősorban a biztonsági szerkezeteket ellenőrzik benne. A 2000 köpcentis 200-220 lóerős Honda Civic Type-R tehát készen áll a további 4 futamra. Bár nagy reményekkel kezdték az idei versenyszezon, de a kezdeti PEC sorozatok nem vették el a kedvét sem Dezsőnek, sem az új navigátorának a versenyzéstől.